Na még egyszer! Na még egyszer! Nagyon jó, ne! Gyorsabban! A Szabad Színház társulatával idén nem találkozhatunk a belvárosi középkori piac téren, viszont Árpád ébredése címmel történelmi látomásjátékra várják a tagok a gyermekeket, családokat, a közönséget. A darabot Adorján Viktor írta és Nagy Judit rendezi. Mi már szerettünk volna idővonalat csinálni, egy felkészítő éveket és egy csomó dolgot, hogy szellemileg készüljön fel Székesfehérvár és Magyarország is erre a nagyon könnyen megegyezhető történelmi dátumra. Azt hiszem, hogy a kettes történelem érettségi mindenkinek megvan, mert ezt a dátumot senki sem felejti el. És hát 2022-re a Színtér Egyesület, amely fenntartója immáron 32 éve a Szabad Színháznak, felkérésére írta már tavaszra Adorján Viktor. A művészeti vezető hozzátette, az a döntés született, hogy legyen inkább majd nyáron, az akkor még tervezett középkori piac téren a Pannon mesék sorozatban. A történelmi látomásjáték 800 évet ölel át. Nagyon nehéz, és Viktornak is nehéz dolga volt, hiszen ezúttal nem egy eredetmondát, egy legendát, vagy egy érdekes király történetet dolgozott föl, hanem a 800 évet a szuverenitás szempontjából. És a magyar államiságnak a korona országának a gondolatát átvinni egy középkori farszjátékban nem egyszerű. Sem szövegben, sem megvalósításban, úgyhogy megküzdünk vele. A látomásjátékot a Hungarikum zenekar egészíti ki. Az előadás augusztus 21-én 10 órakor az Áron Nagy Lajos téren a civil központ előtt látható. Az előadást követően a civil központban kezdődik Vakler Lajos Szent László nyomában című filmjének bemutatója, azt megelőzően pedig Váci Márk és az alkotó beszélgetése hallható.